Régóta szenved a lakosság a hiéna követelés kezelőktől és a népnyúzó végrehajtóktól. Különösen hatalmas problémának látom és észleltem az elmúlt időszakban az, hogyha az adós meg is akar egyezni a különféle követeléskezelő cégekkel, és erre az egyességre még fizetési hajlandóságot is konkrétan mutat, a követeléskezelők irreális és már-már vérlázító részletfizetési megállapodásokat ajánlanak számukra. A végrehajtók keze pedig meg van kötve, mivel törvény erejénél fogva csak 12 havi részletfizetést tudnak ajánlani az adósok számára. Eddig is égető probléma volt mindez a magyar lakosság körében, de miért is fontos ezt már végképp napirendre tűzni? Az elkövetkezendő hónapokban várhatóan ugrásszerűen megnőnek majd a hitelfelmondások, a szerződés felmondások, és ezzel nagy arányaiban ugye a végrehajtási eljárások száma is meg fog majd növekedni. Ugye bejelentették, hogy a törlesztési moratórium január 1-től megszűnik. Ez újbóli kiadásokra fogja kötelezni majd a magyar családokat. Erre meg még ugye rátesz a folyamatosan növekvő infláció, az élelmiszer átdrágulás és a energiaválság is. Ezek következménye pedig egyenes ágbeli az lesz, hogy a végrehajtások száma pedig megugrik majd. Gyakran előfordul, hogy a követeléskezelők és a végrehajtók ügyaltatása miatt a tartozások hatalmas mértékűre duzzadnak, akár egy pár százezres tartozás, vagy egy pár milliós tartozásból is pár év alatt, ugye a kamatok függvényében akár 5-10 milliós tartozást is tudnak úgymond generálni a végrehajtók a követeléskezelőkkel. És amikor észleli ezt az adós, ezt a tényt, hogy fizetnie kellene, akkor olyan irreális ajánlatokat adnak részletfizetési megállapodásra, ami már-már visszafizethetetlen. Találkoztam olyan esettel is, hogy a 7 milliós tartozásra havi 700 000 forintos részletfizetést ajánlottak, és be kell látnunk azt, hogy ez Magyarországon azért kifizethetetlen egy család számára, hogy így ilyen mértékben fizessen részleteket. Ennek meglátásom szerint nem más a célja, mint az azonnali és minél nagyobb haszonszerzés, ezen kívül pedig akár még az ingatlan elárverezése is, ugye az ingatlan maffiának. Így pedig az adósokat kiláthatatlan helyzetbe sodorja ez az intézkedés. Arról nem is beszélve egyébként, hogyha letiltás van folyamatban, a követeléskezelők emellett elvárják azt, hogy a letiltás mellett párhuzamosan még a részletfizetéseket is fizesse az adós, és ez pedig már végképp kivitelezhetetlen. És a végrehajtásokat ugye így nem függesztik fel addig. Ezért is követeli a Mi Hazánk mozgalom, hogy legyen kötelező a reális részletfizetési megállapodás megkötése a különféle követeléskezelő cégeknél legalább egyszer. Ezen kívül ilyen esetben ne várhassák el azt, hogy a letiltás, inkasszálás mellett fizessék a részleteket, hanem kötelezzék őket, hogy függesszék fel a végrehajtást legalább egyszer ezekben az ügyekben. A következő parlamenti időszakig kérjük a kormányt, hogy gondolja át ezt a követelésünket, és majd támogassa azt, hogy végre az adósok jogai is érvényesülhessenek, ne a népnyúzás és a haszonszerzés nyomja el ezt az alapvető jogát az adósok számára.